115 éve, 1904. február 28-án Kecskeméten született Tabák Lajos fotóművész, nemzetközi hírű szociófotográfus. Fényképeket 1917-től készített. Érdeklődése a társadalmi témák felé az 1920-as években fordult. Tagja volt a Kassák Lajos által alapított munkakörnek. A II. Világháború előtt több szociófotója jelent meg hazai és külföldi lapokban, életművének értő elemzői szerint erre a korszakra datálhatók legsikerültebb és legfontosabb alkotásai. 1942-ben antifasiszta tevékenységéért bebörtönözték, majd munkaszolgálatra küldték az orosz frontra. Ott átszökött a Vörös Hadsereghez, azután 1948-ban hazatért. Újból fotózni 1956-ban kezdett. Több fotóklubnak, így a Kaposvárinak és a Szolnokinak is alapító tagja volt. Élete utolsó szakaszát Szolnokon töltötte. Csodálatra méltó szellemi frissességét 2007. novemberében bekövetkezett haláláig megőrizte. Igazi lokálpatriótaként tevékenykedett a városért, 100. születésnapján még a Jászkun Fotóklub tiszteletbeli elnöke volt. Szarka Klára fotótörténész így méltatta. Nem egyszerűen szerencsés mód végigélt egy évszázadnyi időt, végig dolgozta, végig alkotta a maga évszázadát. És nem a hiúság vitte előre, mint annyian másokat, kortársait, hanem éppenséggel az elkoptathatatlan akarattal párosult, páratlanul makacs, megrendíthetetlen szerénysége.